아, 페기 댄스. 아, 이게 많이 어지러울 텐데요. 괜찮으신가 모르겠네. Hát, azt hiszem, lezártam a bemutatót, megvolt, köszönjük szépen, íme, Revenant, nagyon hasznos Warframe, mindenkinek ajánlom figyelmébe. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Na jó, jó, beszéljünk róla egy kicsit, hát üdvözlök mindenkit, én vagyok Necrocream, Warframe, Revenant eljött közénk, és kiszívna a vérünket, de kiderül, hogy mégsem vampír. Egy dolog, identitás zavarral küzd szegényke. És hát annyira identitás zavara van szegénynek. Segítsünk neki, hogy ő is megértse, hogy hogyan kerül bele eme változatos Warframe képességekkel ellátott világba. Oly egyedi szegény, hogy nem tudjuk bekategorizálni. Elsősorban jön, hogyan szerezheted meg ezt a rettentő különlegesen egyedi Warframe-et? Elmentek Cetuson a maszkos kisráchoz, és megveszitek a maszkot, egy nyambat Cetus viszpér. A alkatrészeit, a további alkatrészeit pedig a Bounty-ban fogjátok tudni elérni, úgyhogy hajrá, nyomassátok a Bounty-kat, előbb-utóbb meg lesz. Nos, és akkor most beszéljünk a képességeiről. Jöjjön az egyes képesség, amit többnyire úgy fogunk ismerni, hogy Nix, menj az anyádba. Mert hogy mit csinál? Egyes képesség, puff, rá, enemire, enemi hozzáér, másik enemi, és ez így terjed tovább, és lesz egy ilyen kis mini hadsereged, ami, még sosem láttunk ilyet, tök jó. Amúgy, hogy őszinte legyek, egy olyan képesség, amivel lehet számolni, hogy őszinte legyek, akár endgame felé is, talán. Semmi nagyon extra, de hogyha meghalnak az enemik, ami egy tök jó dolog, hagy maga után egy aféle nyomot, és az a nyomnak egészen magas sebzése van, hogy őszinte legyek, és már csak azért is megéri ebből a szempontból. Szóval rákasztod az enemikre az egyest, azok átadják egymásnak gyorsan leülődőket, és hagynak egy nyomot maguk után, ami sebzi az arra tévedő enemiket. Egyes képesség megvolt. Kettes képesség az Iron Skin, Mesmer Skin, még sosem láttam ilyet, nagyon különleges képesség, elnyomod és sebezhetetlen leszel egy rövid ideig. Ti ismertek ilyen képességet? Nem, nagyon különleges, tökre egyedi. Ja, egy bónusz amúgy, hogy így elaltatja az enemiket egy nagyon rövid időre, hogy őszinte legyek. Némi crowd control vélhető fel az egész dologban. Hát, ja, ennyi. El van mondva. Szóval ez az Iron Skin képesség, a Mesmer Skin képesség, ez tökre hasznos és egyedi. Igazából mondhatni úgy, hogy az egyetlen igazán komoly védelme neki, de azt sem erőltették túl, hogy őszinte legyek. Bár a jövőben mindenképpen ránézek még erre a dologra. Harmadik képessége a Tidal Surge, úgy értem, hogy a Reeve nevű képesség, tökre egyedi. Még sohasem láttam, még ilyet sem. Azt a mindenik, nem. Valószínűleg nem Hydrate Ripoff, az nem lehet. Na mindegy, amit csinál ez a harmadik képesség, minél több enemin haladsz át vele, úgy mint a Hydroidnak a kettes képességével, annál több shieldet és életet fog elvonni az enemiktől, és feltölti mindazt neked. Úgyhogy, ja, hasznos menekülő képességnek mondanám. Az egészben ott a bukta, talán, megint csak, ebbe későbbiekben belenézünk, hogy némileg lassacskán kapcsolja el mindegyik képességét, szóval meglátjuk, amikor igazán szorult a helyzet, lehet, hogy egy kicsit lassan kapcsolja el a képességet, és emiatt annyira már nem feltétlenül tudsz megmenekülni. Nos, de hármas képesség feltölti az életedet, minél több enemi haladsz át, annál több és annál jobban.
És akkor jöjjön az ultia, amit úgy fogunk ismerni, hogy menj anyádba, Mirázs, mert hát igazából tök egyedi lett ez is, és hogy őszinte legyek, ha a Mirázs ilyesmi lenne, amit ez itt az ultiával le tud művelni, az kurva jó lenne. Úgyhogy, amit nem kapott meg a Mirázs valamikor, megkapta most a Revenant, és azt kell mondjam, hogy az egyetlen fun képessége akkora nerföt fog kapni, gyerekek, akkora nerföt fog kapni az ultia, mert olyan kurva sokat sebez és gyorsan, hogy fel lehet vele kb. Tartani a life supportot, efficiency-t, ahogy tetszik, a Sanctuary onslaughtban. Tehát így négy Revenant megáll négy spawn helyen, és ledarálják a pályát, és folyamatosan fent tudják tartani az efficiency-t nagyon-nagyon hosszú ideig. Egy kényelmes képesség, amely visszahozza egy kicsit a régi Warframe feelinget, ahol megnyomod a négyest azért, hogy nyerjél. És nem is kell túlságosan agyonbildelni ahhoz, hogy egy jó kis damage-et lehessen belőle kihozni. Na most mindezt kombinálva a kettes képességgel időről időre, egy konkrétan halhatatlan ultiban lévő Warframe-et kapunk, aminek nem túl sok gondja van. De oké, ne nyomd meg a kettes képességet, de legyen egy Trinity a csapatodban, és lehozzátok a meccset. Legyen egy Trinity a csapatban, és legyen úgy jelosztva a Revenantnek a képességei, hogy egyiknek olyan 150 körüli ereje van, másiknak 200, a harmadiknak 300. Trinity pedig lesz felelős az energia töltésé, azoknál, akik ugye gyorsabban lesz az energiát. És ilyen szintenként növekszik ebben a csapat összeállításban az erő, ahogy közeledik feléd az enemy, ledarál mindenkit. Csapat összeállítás, WoW-ban vagy kora, Revenantök össze-vissza. Ki tudná megállítani ezt az ultit? Push for to win. Tehát a tökéletes, egyszerű csapat összeállítás WoW-ban vagy egy kora, crowd controlnak, és a Revenant így megy körbe a szobába. És nem probléma. Meg van oldva. Na. Szóval, ja. Ez egy hatalmas nerfot fog kapni szerintem. Tehát ez az, amit mostanában annyira nem szeretnek ugye a Warframe-esek, a Digital Extreme. Azt szeretnék elérni, ugye, hogy minél aktívabb legyél a pályát, és ne csak arról szóljon a játék, hogy megnyomsz egy gombot és nyersz, már pedig a Revenant telibe ütött ezt, hogy megnyomod a négyest és nyersz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a jövőben milyen buildek fognak születni, hogy széttrollkodják a Warframe-et az ultiával. Annyi biztos magam részéről, hogy mondjam, ez egy olyan Warframe, ami számomra semmi különlegességgel nem bír. Azt hiszem, hogy csak azért lett igazából megalkotva, mert hogy ugye mindig kitolnak egy új Warframe-et, és akkor legyen egy új Warframe. Nem feltétlenül érzem úgy, hogy igazán sok energiát fektettek abba, hogy különlegessé tegyék ezt a Warframe-et, bár azt is hozzáteszem, hogy annyi Warframe-ünk van jelen pillanatban, nagyon nehéz valami új és különlegeset kitalálni, attól függetlenül a témája, hogy egy ilyen Eidolon Warframe az nem rossz, de nem adja meg a különlegességét, csak hát hú, de jó, van egy Eidolon Warframe-em. Le fogom tesztelni egy videó erejéig, vagy live-ban valahogy, hogy mennyire bírja, mennyire tud endurance lenni, azt mondom, hogy egy órát kibír bizonyos játékkörülmények között, akkor azt mondom, hogy pass, átmentél, megvan, vizsga letudva, de ja, mit lehet még róla elmenni? Íme a modolás. Ja. Igyekeztem egy balanszolt modolást csinálni, amit úgy gondolom, hogy kezdő szinteken is, tehát ne azt nézzétek, hogy milyen modok vannak benne, hanem hogy vannak elosztva az idő, erő, effektivitás, terület, ezeket nézzétek, és ezt megpróbáljátok elérni. Azt hiszem, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott modolást kaptok, illetve játékélményt kaptok vele, viszont nem feltétlenül mondanám ezt endgame-nek, csak abban az esetben, hogyha van körülötte védelem. A jövőben rá fogok fókuszálni a különböző képességeire, hogy hogyan lehet kitolni egyre-egyre jobb endgame felé, de egyelőre ez beváltnak látszik teljes mértékben egy bizonyos szintig,
el lehet vele menni, nagyon fán szórakoztató, mint mondtam, az ulti a push to win. Amint látjátok, lehet benne cserélgetni egy-két módot, kinek, hogy ízlések és pofonok, természetesen, de mondom, egy általános build a részemről, amit majd valószínűleg későbbiekben jobban ki fogok bontakoztatni. Kíváncsi vagyok igazából, hogy merre felé lehet elvinni, mennyire tud erős lenni, hogy őszinte legyek. Nem adok neki túl sok esélyt, de meglátjuk. Azt kell mondjam. Nos, srácok, hát remélem tetszett a bemutató, tanultunk valami hasznosot. Köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot. Discord szerverünk bárki számára elérhető, a videó leírásában megtaláljátok a linket. Jelentkezni lehet a klánunkba, a videó leírásában megtaláljátok a linket. Kérdéseket, kommenteket várom a videó alatt, vagy Facebookon, kinek hol tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!